Itt vagyunk a MOL toronynál, ahol ezekben a percekben a kínai elnökkel Orbán Viktor tárgyal. A találkozó előtt nem sokkal azonban meglepő dolog történt. A kormányfő ezeknél az asztaloknál kávézott az udvaron, és lehetőséget adott arra, hogy néhány kérdést feltegyünk neki a nemzeti szuverenitásról és a kínai együttműködésben rejlő esetleges nemzetbiztonsági kockázatokról. Magyarországnak van egy nemzetbiztonsági védekezési rendszere. Van egy országvédelmi rendszerünk. Ez magába foglal minden eszközt, amit a nemzetközi nemzetbiztonsági világban ismernek. Sőt, ezek kiváló minőségű eszközök, és egy nagyon jó megszervezett állami rendszer dolgozik Magyarország nemzetbiztonságán. Ez mindenkivel szemben dolgozik. Tehát a szuverenitás és a függetlenség olyasmit mindenkivel szemben védeni kell. Keletre, nyugatra, északra és délre. Tehát mi mindig mindenkivel szemben meg tudjuk védeni a magyar nemzetbiztonsági érdekeket. Ez a helyzet Kínában. És ezeknek a technikai eszközöknek a használata minden, esetén is előre láthatók azokat? Mindenünk van, ami szükséges. És ami a kínai rendőrök esetleges megjelenését illeti Magyarországon, az egy közrendvédelmi kérdés, semmi köze a nemzetbiztonsághoz. Arról van szó, hogy el fogják reményeink szerint árasztani a következő időszakban a legnépszerűbb magyarországi turisztikai célpontokat a kínaiak, hiszen már most is szinte megszámlálhatatlan repülőjárat érkezik hetente Magyarországra. És szükségünk van olyan emberekre, kínai rendőrök, beszélnek kínaiul, hiszen sok ember az nem csak sok haszon, hanem sok probléma is. Ez a gyakorlat ismert más országok esetében, és ez nem csak Magyarországon van így, ez máshol is így van, nem lógunk ki a nemzetközi. Hát Oroszország megszüntette ezt az együttműködést. Hát, majd ha nem válik be, mi is megszüntetjük, de mi abban bízunk, hogy beválik. Megpróbálni érdemes. És nincs meg az a lehetőség, hogy ezen keresztül a kínai állam mégis valamiféle nyomást gyakorolna a kínai kisebbségre. Nekünk a legjobb nemzetbiztonsági rendszerünk van. Technikai és humán képesség szempontjából. Itt rengeteg volt a Xi Jinping útján piros sapkás önkéntesek jelentek meg, sok felé lehetett látni, Tompos Mártonnak is volt egy bejegyzése, ahol ő EU-s zászlót akart kitűzni, és kínai önkéntesek, akik azt mondták, hogy a követségnél dolgozó önkéntesek dolgoznak, és az iránt érdeklődtek, hogy milyen zászlót akar kitűzni, azt akarták megelőzni láthatóan, hogy nehogy tibeti zászló derüljön ki. Nem lehetett ilyet kitűzni azért. Ez egy régi vita, amikor a kínai miniszterelnök itt járt néhány évvel ezelőtt, ezt már lefolytattuk a magyar parlamentben. Ahol a magyar kormány álláspontja világos volt, Magyarországon véleménynyilvánítási és gyülekezési szabadság van, az ide érkező vendégeket pedig megilleti a vendégjog. Ezt a két jogot kell összehangolni. Ezért mi nem engedünk olyan típusú megmozdulásokat, amelyek a Magyarországra érkező és tisztelettel fogadott vendégeink látogatásának az értékét lerombolná, és tiszteletlenséget hozna létre, és így ártana Magyarország nemzeti érdekeinek. Gyülekezni is lehet, tüntetni is lehet, meg üdvözölni is lehet a kínai elnököt, a kettőt térben egymástól nagyon messzire el kell választani, hogy a gyülekezési szabadság is meglegyen, és a vendégük is érvényesüljön. Ezt a vitát lefolytattuk már egyszer a parlamentben, a válaszpontunk nem változott. Még ellenzik, most már Balogh Zoltánnak volt. Én nagyon köszönöm a lehetőséget. És a társaságot. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.